A bajnokság 33. fordulójában együttesünk az 5. helyezett Gyirmót FC Győrt fogadta. Feckó Tamásék abban a tudatban léptek pályára, hogy győzelem esetén már biztos, hogy jövőre az NB1-ben játszhatnak. Jól is kezdtük a mérkőzést, és már a 6. percben megszerezhettük volna a vezetést. Kanta ugratta ki Kulcsárt, azonban a télen érkezett támadó lövését lábbal hárította Rusák. 10 perccel később megint csak megszerezhettük volna a vezető gólt. Lecsét Szilvási akasztotta a 16-oson belül, így büntetőt lőhettünk. A labda mögé a sértett állt oda, de Rusák bravúrral hárította a 11-est, maradt tehát 0-0. A 25. percben azonban már sikerült előnybe kerülnünk. Kulcsár 20 méterről eleresztett lövésébe a Gyirmóti hálóőr után nyúlt bele, így a labda a kapuba pottyant. A 40. percben megduplázhattuk volna az előnyünk egy gyönyörű támadást követően, azonban Kulcsár bepasszát végül lefülelte a védelem. A szünet előtt következett a félidő legnagyobb Gyirmóti lehetősége, de Nagy Patrik távoli bombája a kapufát súrolva elment a kapunk felett, így 1-0-nál fordulhattunk. A második játékrész tanári támadással kezdtük, amely végén Vas Patrik fejelt picivel a Gyirmóti kapu fölé. A félidő derekán előbb Lencse került helyzetbe Kanta pazar átadása után, majd Kulcsár szerezhette volna meg a második gólját, azonban mindkét lehetőség kimaradt. A 67. percben ismét távolról veszélyeztetett a Gyirmót, viszont a kapufáról fölé pattant a labda ezúttal is. A hosszabbításban Lencse használhatta volna ki, hogy a vendégek teljesen kinyíltak az egyenlítés megszerzése érdekében, de emelése nem sikerült. Az utolsó percekben hiába igyekezett a Gyirmót, nem tudtak betalálni, így csapatunk 6 fordulóval a bajnokság vége előtt bebiztosította a feljutást.